Érkeznek a látogatók a Pécsi Tettye Forrásház szennyvíztelepéhez. Ők azok, akik az Erőművek Éjszakája programon regisztráltak az üzemlátogatásra. Nem szabadna, hogy nagyon sok olyan dolognak belekerülni a szennyvízbe, ami mégis belekerül, és ezekből próbáltunk itt egy ilyen kis emészthető formában egy ilyen kis bemutatót csinálni. Például ennek a fő eleme ez maga a csatornaszörny. Ez a csatornaszörny, ami olyan anyagokból, használati tárgyakból van összeállítva, ami eldugítja a szennyvíz vezetéket. Ezt is bemutatták a telep kiállító helyén, valamint maketteket és egyéb érdekességeket. Ez már egy embernagyságú csatorna szelvény kint a telepen, amin keresztül sétálhattak kicsik és nagyok, akik megismerhettek a szennyvízkezelés különböző állomásaival. Skáfár Katalin pedagógus azt mondja, évek óta jár az Erőművek Éjszakája üzemlátogatásaira. Most diákjait is elhozta, mert sok érdekességet megtudhatnak az üzemek működéséről. Kulisszatitkokat, tehát olyanra, amire az ember nem is gondol, hiszen a szakterülethez a saját emberek tudják a legnagyobb felvilágosítást adni. Szóval még itt vagyok én is egy kicsit idősebb fejjel, mint a gyerkőcök, de nekem is rengeteg újat tudnak mondani. Tehát nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom. Ilyen érdekesség a telepen működő biogázüzem. Ebben a nagy gömbben gyűjtik össze azt a gázt, ami a bekerülő szerves anyagokból, ételmaradék, élelmiszeripari melléktervékekből szabadul fel a bomlás során. Ezzel hajtják meg azokat a motorokat, amik így elektromos áramot termelnek. Ez látja el a pécsi szennyvíztelepet villamos energiával a működéshez. A Pécsi Szennyvíztisztító Telep és Biogázerőmű egész évben nyitva áll az érdeklődők előtt. Nagyon sok látogatót fogadunk, többnyire iskolásokat, egyetemistákat, és az Erőművek Éjszakája arra nyújt egy jó lehetőséget, hogy az egyéni látogatók, családok is beleshessenek egy kicsit a kulisszák mögé. Megnézhessék működés közben azokat a berendezéseket, szerkezeteket, amik az ő mindennapi kényelmüket is biztosítják, amelyek napi 10 olimpiai medencényi szennyvíznek a tisztítását, mozgatását végzik. 120 látogatót fogadott a Tettye Forrásház telephelye az október 25-i eseményen. Az Erőművek Éjszakáján országosan 60 helyszínen közel 5200 regisztrált látogatót vártak. Pécsen a távfűtő és a hőerőmű is kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt.